Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kint csodaszép és nap, képzeld el, oda nézzél, látod? Bár holnapra mondja az esőzést, ugyanis rettentő nagy esőt mond, áhizet mond, nagyon-nagyon nem jó időt volt, bár azt mondja, hogy egy napig lesz itt. Na minden, ma meglátjuk, amúgy képzeld el, akarok neked mutatni valamit, mit kaptam tegnap, nem mástól, mint a Lucas-től. Ja, ott az asztalon, mutatom, oda néz. Vissza a jövőbe könyvet, látod? Tegnap képzeld el, elment a Lucas a boltba, nem egyedül ugye anyukámmal, és ezt a könyvet találták, a Lucas mondta, hogy ezt meg kell nekem venni. Úgyhogy én annyira, de annyira megörültem, annyi sok jó dolog van benne, ja? Ott, mutatjuk. Na szervusz, ugye? Hallottad, na mi helyzet? Semmit. És hol találtad ezt a könyvet? $7.50 volt. $7.50 le volt árazva, ja. Egész pontosan 60 vagy 70 ausztrál dollárról. Ja, én mondja hátam. Jó, mondja hátam. 50. Nem, 50 amerikai dollárot mond a ja. Hátam. És az körülbelül olyan 65-70 dollár. Ja. Na, oda nézzél. Ez olyan könyv, mi van benne? Várj, itt nincs benne semmi. Vannak ilyen leírások ugye a filmről, hogy hogyan készül, de nem az benne az érdekes. Az is érdekes benne, ugye? Ja. Hanem mutatom. Nézd! Van benne ilyen fénykép, látod? Aki látta a visszajövőbét, az ismeri ezt a fényképet. Ja. Eltűnnek róla, attól hogy fordítod a kamerát, és eltűnnek róla a... Flux capacitor, right? Ja, itt a fluxos kondenzátor is van benne. Van benne még sok ilyen érdekes fénykép, levél, és hol a másik? Várjál, mutatom neked. Jó. Aztán itt egy levél, látod, amit a Márti írta a dokinak, hogy 1985-ig ne nyissa ki, ugye mert lelőtték a dokit, és ugye a Márti megírta neki. Ugye, aki látta a filmet, az tudja, hogy miről beszélek. Várjál, leteszlek, a Davis le akar közben menni. Aztán egy rettentő sok érdekes dolog van benne, van-e a Mártival, ugye, meg a dokival a fénykép az óratorony mellett. Van az a letter, mi volt a házban. A levél, amit írt a dokja a Mártinek, az a levél, ki van. Ugye ezek nem az eredeti levelek, na gyere ide, nem ezek ilyen újra nyomott levelek, de, meg a fényképek is, ugye? Hol vagy? Hova mentél? Itt vagyok. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy vesz egy ilyen nagy képkeretet. És ebbe a képkeretbe bele fogom rakni az összes ilyen fényképet, meg mindenféle fajta logót, ami ugye, na ne csükkedjél, ami ugye benn van ebbe a könyvbe, és ki fogjuk rakni, nem máshol, mint majd az új házunkba. Áú, ne csükkedjél! Az új házba, ahova majd költözünk, lehet, hogy nem úgy, de ahova mi majd elköltözünk, és abba a szobába, a mi szobánkba, jó? Ugyanúgy, ahol lesz majd a számítógép, meg ahogy volt régen. És oda ki fogjuk rakni. Aztán van benne egy poszter, és várj, a posztert azt meg kell, hogy mutassam. Te! Nekem az a poszter annyira tetszik. Davis, egy kicsikét leraklak, jó? Mert nem tudom megmutatni a posztert, ott a végén, nyissad ki! Ha Davis, nem raktam le, mert nem lehet lerakni, de a posztert megláttam, mutatom neked. Ja, mutatjuk! Olyan, mint a kettőben! Olyan! 20-19! A cápa! Látod? A Max Spielberg! Ja, azt rendezte, és aki emlékszik ugye a filmre, a második részben ezt játszották a moziba. És belerakták a posztert. Úgyhogy ezt a posztert fogom és ezt is ki fogom tenni. Nem tudom, én rettenten örülök neki, és szerintem akik szeretik a visszajövőbe filmet, szerintem ők is nagyon értékelnék ezt a könyvet, és nem tudom. Minden. Meg még tudom, mi van, amit múltkor kaptam Magyarországról, a moziból, amikor rajta dokja a fényképen, te, az is oda fog ez mellé menni, és egy visszajövőbe kép keret lesz, vagy hogy mondják ilyen, ami minden benne lesz. Ja, vissza a jövőbe két keret. Az lesz a neve. Meg alárakjuk az autót is, és megvan a visszajövőbe autó is. Nem csak ez a kis picike, ez a pici is ilyen van, látod? Hanem a nagyos, ja, megvan a nagyos is, valahol benne a te szobádba. Ja. Na, megkeressük. Na, várjál. Úgyhogy ezt a könyvet most visszateszem, és nem mással fog most én elmenni, nem sokára, még nem tudom, hogy nem sokára, mint a szemészetre. Nem én nekem kell mennem, nem apukámnak, úgyis elviszem apukámat a szemészetre, hogy felvegye az új szemüvegét. Nem egyet, hanem kettőt, és apukám nem lát rendesen. El kell neki menni, el kell neki menni felvenni, ugyanis már megnézték a szemét, most meg felveszi a szemüveget. A szemészet amúgy nálunk nem mással van, mint a bevásárlóba. Na, várjál, elrakom a könyvet. Itt vagyunk, nézd a rumli szobában, látod, ez a rumli szoba, ugyanis itt van benne minden olyan dolog, ami nem fért oda be, meg amit nem használunk, ugyanis sose pakoltunk innét ki rendesen, de tudjuk, hogy úgyis elköltözünk, tehát itt sok minden össze van pakolva. Olyan dolgok vannak, mint például az a képkeret, vagy egy másik képkeret, meg bútorok, amik nem fértek el, meg a rossz mosógépünk, amit még mindig nem adtunk el, és ezt az ajtót volt, be kéne zárni, mutatom, látod, ez ilyen ajtó, itt megnyomod, és itt meghúzod. Itt van rajta egy ilyen íz, amit el lehet fordítani, amit most nem tudsz elfordítani, és nagyon oknál fogva nem működik, ugye ezt próbálom megcsinálni, csak az a baj,
hogy a Davis az mindig itt van, és rettentően szeretjászolja a porszívóba, amelyek ott van benne, látod? Úgyhogy amint a feleségem befejezte a porszívózást, és egy kicsit porszívózik a kis porszívóval ott adott elő, ezt az ajtót fogja meg kell csinálni, utána pedig lassan elmegyünk. Mit csinálsz? Nem, ezzel az ajtót. Mit nézel? Mit nézel a számítógépen? Mi más? Minecraftot. Jön a Minecraftnak az új update-je, ugye? Ja. Igen. Én most csináltam új videóról. Igen? Ja. Na, az fantasztikus. Most mondtettem. Amit akartam mondani. Várjál, megengedjük a Davis-t, azt mondom, hogy ő is jön. Nem jön, csak porszívózik. Oda néz. Látod, elhozta a porszívót, és most ki akar porszívózni. Gyönyörű. Amit akartam mondani. Általában pénteken, szombaton van egy játék videó a játék csatornán. Ezen a pénteken meg és ezen a szombaton, meg nem tudom, hogy lesz a játék videó. Ugyanis a Lukasz, hol a Lukasz? Itt van Lukasz. A hétvégén a szüleimnél volt, mert ugye ránk tavaszi szünet van, és nem tudtunk készíteni játékvideót. Tegnap, mikor jöttél haza? Tegnap jöttél haza? Ja. Tegnap jött haza, tegnap este olyan fáradt voltam, hogy nem tudtunk játékvideót csinálni, úgyhogy ma este kell játékvideót csinálni, de hogyha későn érek haza, akkor nem tudunk játékvideót csinálni, és nem fogjuk tudni feltölteni. Holnap csütörtök van, holnap nem leszek itt, mert holnap meg megyek el. Jó. Úgyhogy ezen a hétvégén lehet, hogy csak vasárnap lesz egy játékvideó. Majd meglátjuk, ott függ, hogy lesz időm. Ma este jövő héten lesz 4 darab, majd meglátjuk. Amúgy van, mi van? FIFA 17. FIFA 17 van? Ja, a demo. Úgyhogy azt ki fogjuk próbálni. 17! Az a legújabb. Úgyhogy én most nem más fogok csinálni, mint... Mint mi? Lassan elkészülök, ja, és nem. Jössz velem? Nem. Nem jössz velem? Biztos nem jössz velem? Mi? Előbb felveszik a szemüveget, aztán lehet, hogy valamit még megnézünk. Nem tudom. Nem tudod? Most akkor nem tudod, jössz vagy nem jössz? Nem jössz. Jó, akkor én meg egyedül. Mi? Te is csipegetsz? Kitől tanultad? Davis-t? Na minden. Úgyhogy én... Jó van, én lassan elkészülök. Aztán... Hazajövünk, és lehet, hogy levágom a hajamat, mert oda néz, olyan, úgy áll ki, várj, mutatom nekik, vedekezzel. Tehát, hogy áll ki. Mit nem csinálsz? Felé, és ahogy látjátok, egyedül vagyok az autóban, ugyanis nincs itt se a Lukasz, se a feleségem, se a Davis, apukám sincs itt, anyukám sincs itt, ugyanis ők külön autóval mennek, mármint anyukám meg apukám. Ugyanis, hogyha végeztünk a személyzetem, utána ők máshol mennek, meg én is máshol megyek, el akarok menni, be akarom nézni ezt a képkereket, képkeretet. Hasonlót, amiben van a Grand Theft Auto, hogy ugye az a poszter, hogy ugyanolyan legyen, és mellé tudjam rakni, ugye, mint a Grand Theft Autós képkeret. Úgyhogy ezt fogok elmenni és megnézni, remélem, hogy kapok. Már régen vettem, már több évvel ezelőtt, én azt hiszem, hogy több évvel ezelőtt vettem, és azóta is láttam ilyet, de körül fogok most nézni. Amúgy lehet, hogy nekem is el kellene menni a személyzetre, mert sokszor nem látok. Mert látok, de sokszor ugye néha nem annyira látok, mint mondjuk, talán, mint régebben láttam. Főleg reggelente, bár reggelente lehet, hogy azért nem látok rendesen, mert csipásig a szemem, azt így össze van ragadva, de nem ilyen. Amúgy lehet, hogy be fogok jelentkezni, ha nem most, akkor majd nem sokára, de régen volt szemüvegem, nem tudom, hogy tudtad-e vagy nem, de nekem régen volt szemüvegem. Vagy megérkeztünk, mutatom neked, látod? Ide megyünk, itt elfordulunk, várjál jobbra, és oda megyünk be ebbe a bevásárlóba. Jaj, várjál, pirosat kaptunk, oda nézzél. Egyenesen lehet menni, kanyarodónak meg piros van, és rettentő nagy a forgalom hazafelé, aminek rettentően örülök. Hogy itt van lent ez a tengerparti rész itt bal oldalt, ahol le lehet menni úszni, fürdeni, ugye itt múltkor voltunk amíg lent. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, hogy láttátok el videót, mikor lejöttem a feleségemmel, meg a Davis-szel a babakocsival, és itt sétáltunk egyet, és mondtam, hogy alig vannak. Ugye akkor még ilyen nem volt a legjobb az idő, most tele van, lehet, hogy én nem látni, de én látom, hogy a csúszkálnak a park tele van, bár lehet, hogy nem fürdek, annyira meg azért nincsen. Na minden, úgyhogy bemegyünk, és felveszik apukám szemegét.
a nézzél, találtam képkeretet. Látod, ilyen szép nagy. Úgyhogy nem tudom, hogy egy vagy kettő kellene belőle. Azt mondja, egyszer viszek egyet, azt mondja, ha nem elég veszek, majd még egyet. Úgy le van árazva. Szüleim közben néznek, kukát nézegetnek, kell nekik egy új kuka. Van is sokféle fajta kuka. Azt mondja, hogy nekünk is kell egy kuka, valami kisebb kuka, amit azt mondta volna a feleségem. De nekünk ilyen picike, hogy beférjen a csap alá, látod? Aztán, ami van itt ilyen sárga, meg zöld kuka is. Attól függ, hogy ide dobod az üveget, oda meg a szemetet. Ezek oda néz, elektromos kuka, látod? $40. És kinyílik automatán. Ha odarakod a kezedet, vagy a szemeted, akkor az felnyílik, beledobod, és visszazárulik. Nincs benne ellen. Na, még nézd el, hogy megmutatom ezeket a toasztosokat. Hogy hívják magyarul? Ezeket a toast sütőket, látod? A kenyereket bele lehet rakni. Ilyenféle fajták vannak. 4-es, 2-es, 8-as. Van itt mindenféle fajta. $40. Na, nézd, ez milyen. Na, végeztünk. Menjek hazafele. Szüleimek is mennek. Úgyhogy most elköszönök tőlük. Na, sziasztok! Úgyhogy menjek hazafele. Betúszkoltam te ezt a képkereket, alig akart beférni, de a csomagtartóba egyetlen be se fért. Úgyhogy most ilyen felén áll itt lent az ülés mögött. Csak nem fog eltörni benne az üveg. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem. De. És hazamegyek, és megpróbálom berakni ezeket a képeket, meg mindenféle fajta dolgot. Csak azt nem tudom, hogy még hogy benne. Hogyha ott lesz a Davis, akkor elkezd tapogatni, meg... 5 óra, 2 perc van, ami nem jelent más, mint forgalma. Te, mindenki, aki ilyen 5 óra, akkor ilyenkor itt végez, vagy itt van Southport, legalábbis ott vagyunk, és ez ilyen üzleti központ. És 5 óra, akkor ilyenkor végeznek az irodába, te, nem lehet megmozdulni. Vagy itt állok már kb. 10 perce, és sehova nem megyünk. De nagyon nem szeretem. De az lényeg, hogy hazaérkeztem rá, és majdnem haza. Lent áll, akit látod itt a parkolóban. Úgyhogy most megpróbálom valahogy kiszedni ezt a képkeretet, csak azt nem... Lehet, hogy hátul kéne megpróbálkozom rá, és vagy felrángatom. Olyan, az a baj, hogy nehéz, nem is nehéz, belül is nem nehéz, csak nehéz. De mégsem nehéz, úgyis nincs rajt fogás, azért nehéz. És nehéz cipelni. Úgyhogy meg kell nézni a postaládát is. Na, próbálom már rángatni. Aj, te. Nem jön ki. De várjál, nagyon. Nagy véletlen elterjen. Na, megvan. Na, letesszük a tére. Semmi. Gyere, nézd, itt van a talált tárgyak osztálya, látod? Amit eladtak az emberek, azt ide lehet belerakni. Nincs már senki, mindenki elment haza. Ezek a 11-en, másik az 5-en, jön lefele. Hú, te! Na, mi helyzet? Mi? Mit csináltál itt van? Felporszíroztál? Na, megbeszéltük a Davis-szel, hogy megvárom, még elalszik, vagyis még elmegy aludni, és utána nekiállok ennek a képkeretnek, és belerakom az összes, legalábbis egy pár darab ilyen képet. Úgyhogy, ha nem végzek el ma vele, akkor megmutatom nektek legközelebb, hogy hogy néz ki. Hogy mindig bele fog-e félni, vagy nem, azt nem tudom. Lehet, hogy nem. Főleg a poszter. Elfelejtettem azt a cápa, a Joe's a posztert, úgyhogy, na mindjárt, ma meglátjuk. Tévét nézünk, vagy játszunk, vagy mit csinálunk? Mi? Meg a Lucas-szel felveszünk ezt a játék videót valamelyiket, mondjam, megbeszélem valahogy melyiket. Ugyanis most valamit játszik benne, úgyhogy megvárom. Mit csináltuk, mi játszunk, vagy eszünk? Mit eszünk? Ilyen croissant teszünk. Játszani fogunk, nem másra, mint a Lucas-tel, és Davis-szel most játszottam egyet, úgyhogy most a Lucas-tel, de a Lucas-tel ugye más játszunk, ilyet játszunk. És mivel játszunk? Mit mondtál, mivel játszunk? A Disney-vel. A Disney-vel, és ez lesz a melyik videó, a pénteki vagy a szombati? Ja. Ja, valamelyik, ma meglátjuk. Ezután pedig mivel játszunk? A FIFA. A FIFA-val, a 17. Te, amit várjuk. Aj, te, ami a Lucas kapott egy focilabdát. Mit adtuk a focilabdát? Ja. Ja.
Most nehogy kibánjél, mert a Davisnek be akar jönni. Na ugye, úgyhogy most nekiállunk és játszunk. Végeztünk a játékkal, te olyat fociztunk, csak az olyan, hogy nem egymás ellen, ugye Lucas? Nem egymás ellen fociztunk, hanem a gép ellen. Manchester játszott a Juventus ellen, és olyan gólt rúgtam, te! Na minden, majd meglátjátok valószínűleg, hogy pénteken vagy szombaton. Majd kiderül, hogy melyik videóban. A játékcsatornán, nem ezen a csatornán, a játékcsatornán meg tudjátok nézni. Ja, ugye most hozom a... Ja, majd te is játszol. Hozom a hard drive-ot. Látod, mert rá kell másolni most erre, hogy meg tudjam majd szerkeszteni. Egyik kezembe a kamera, ugyanabba a Davis, a másikban meg ez a... Mit? Otthon, megfogod? Na, fogjad. Úgyhogy be tudod dugni? Várjál, bedugom neked. Nézd, itt a kék kábel. Oda belemegy. Már mit kell? Ki kell húzni az egyiket, jó? Kihúzom ezt. És belenyomjuk. Na. Látod, oda benyomtuk. Oda csak rakj... Oda rakjad fel, oda. Oda tetejére. Minden rakja fel. Úgyhogy most elmegyünk, és nem is tudom, mit csinálunk. Nyuszi, mit csinálunk? Jó. Elmegy fürdeni, meg majd lassan meg fogunk vacsorázni valószínű. Most jöhé! Na, hajat mossunk. A Davis mossa a haját. Na, jaj, ez egy nyuszi. Mi? Mossad csak. Nem, úszni akar. Ahogy megmossa a haját, aztán mindjárt úszunk egyet, utána meg... mit csinálunk? Vacsorát fog csinálni, nem más fog csinálni, mint ilyen meleg szendvicses vacsorát. Vettem ilyen pizzaszószt, meg mit vettem? Sonkát, nem is én vettem, a feleségem vette. Aztán, mi Lukasz, azt akarsz-e vacsorázni? Azt a meleg szendvicses ízét, kenyeret, a pizzaszószal, ahogy én csinálom, sajttal, sonkával, és mivel szoktam még? Mással nem? Nem. Davis kiszállt a fürdőkádba, most pedig nem más sem, mint a Lukasz. Hello. Úgyhogy mit csinálsz? Vetkőzöl? Ja! Azt elkezdek vacsorát készíteni. Egy pillanatra azt mondom, hogy benn voltam, úgyhogy ezt a részt ki kell, hogy vágjam. Megfordultam és azt mondom, hogy benn voltam. Mit akartam mondani? Ja, hogy ezt a videót itt most mi befejezzük, és hajat nem vágtunk, ahogy látod, még mindig ilyen, a Lukasz is olyan, úgyhogy majd valószínűleg hogy holnap vagy a hétfőn, ugye, és hétfőn még mindig szünet van, kedden, nem? Kedden kezdődik az iskola. Ja. Kedden kezdődik az iskola, vége a tanulási szünetnek. És mit akartam mondani? Ja, visszajövőbét ma este valószínűleg csinálom, megpróbálom, és ezt a videót meg kell szerkesztenem, fel kell töltenem a YouTube-ra, hogy ti holnap reggel, amikor felkeltek, megnézhessétek. Úgyhogy ha reggel felkeltek és ez a videó ott van, akkor minden sikerült. Kivéve lehet, hogy nem tudtam megcsinálni ezt a visszajövőbe frame-et, ezt a posztert, na minden. Majd nekiállok. Ha nem ma este, holnap is megmutatom nektek, hogy fog kinézni. Szombatra biztos, hogy kész lesz. Én nagyon izgatott vagyok. Na ugye, úgyhogy már ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!